többé már nem védtelenek a magyar emberek a szomszédságokban zajló óriás építkezés káros, zavaró hatásaitól. Mit értünk ez alatt? Tavaly év végén precedens értékű ítélet, jogerős ítélet született a fővárosi ítélőtáblán az ügyben, hogy sérelem díjat állapított meg három felperes részére, miután bizonyítottnak látta a bíróság azt, hogy megsértette Metrodom cégcsoport, a panoráma Fantázia nevű újpesti lakópark építésével, a felperesek pihenéshez, hétvégés éjszakai nyugalomhoz, valamint az egészséges és zavartalan környezethez való jogukat, személyiségüket azzal, hogy közel három éven át, közel három éven át olyan uh, környezeti ártalmakat okoztak, és itt gondolunk zaj és porhatásokra amelyek az ott élő emberek, közvetlen szomszédságában élő embereket rendkívül módon zavarta. A holland-izraeli érdekeltségű metrodom csoport magát Budapest legnagyobb ingatlan beruházójaként, ingatlan fejlesztőjeként állítja be, ami elképzelhető, hogy igaz is. Viszont Újpest előző polgármestere, tehát aki fel, kiadta az építési jogokat, már akkor úgy nyilatkozott, hogy a metrodom soha nem látott brutalitással rontott a környéken lakók nyugalmára. A Mi Hazánk mozgalom fontosnak tartja azt, hogy ezen precedens értékű ítélet után már nem védtelenek többé a magyar emberek azzal szemben, hogyha a környezetükben, közvetlen környezetükből ilyen óriás beruházás zajlik. Idéznék az ítéletből. A bíróság megállapítja, hogy első és másodrendű alperesek, azaz a metrodom különböző cégei, a metrodom panoráma fantázia nevű lakópark tulajdonos építőjeként, azzal, hogy nem rendeltek el zajvédőfal, hatékony pormentesítés, hatékony rezgésvédelem kialakítását, nem írtak elő zaj, por és rezgéshatást csökkentők technológiai munkaszervezési feltételeket, a felpereseket szükségtelenül zavarták, megsértették a felperesek pihenéshez, hétvégi és éjszakai nyugalmához, valamint az egészséges és zavartalan környezethez fűződő jogaikat. Ezért a három felperes köztük engem, mint elsőrendű felperes, 1 millió 400 forint és kamatai sérelemdíjat ítéltek meg, valamint a perköltséget a vesztes félnek, az a metrodomnak kell, kellett állnia. Javasoljuk tehát azon polgártársainknak, akik ilyen jogsértés közelébe érnek, élnek, hogy ne tűrjenek tovább, indítsanak eljárást, illetve gyűjtsék azon bizonyítékokat, mert a bíróság is csak a hosszas három éves tárgyalásorozat után Ugye a bizonyítékok felvétele után hozta meg ezt az ítéletét, tehát igenis szükség van arra, hogy rögzítsük a környezetünkben zajló eseményeket, videóval, képhanganyaggal, és bátran forduljanak. Jogi képviselethez eddig nem mondtam, hogy testvéröcsém, dr. Gaudi Nagy Tamás képviselte, végig a három év alatt a felpereseket, és kiváló harcos munkájával értük el ezt az eredményt, amit állíthatok, hogy nem volt könnyű, nem adta könnyen magát ez a multi cég se. Valamint szeretném azzal zárni a, a sajtótájékoztatót, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a multik helyett, az magyar építőiparban is a magyar vállalkozót részesíteni, magyar vállalkozókat részesíteni előnyben.